jöjjön velem iskolába ma. Mennyire jól megy az élete? Megfigyelheti, hogy élete egyes területein jól mennek a dolgai. Míg más területeken talán nem annyira. O'Reilly, kész a jelentésed? Add be volna, Billy. Szinte mindenki javítani akar az üzleti vagy magánéletén. De hogyan tudjuk ezt megtenni? Az első lépés annak felismerése, hogy egy adott pillanatban minden és mindenki egy bizonyos állapotban van. Hey Jason, ez bomba siker lesz, ez az! A dolgok vagy jól mennek... Nem semmi voltál öregem, de nem ám, nem bizony. Vagy nem éppen. Nehogy bár nekem esélye miatt! Olvasd el a cetlit! Ezek az életbeli állapotok vagy javulnak, vagy rosszabbodnak. De ez nem az én dolgom! Nem kell helyetted megcsinálnom a szószt! Mi folyik itt, hajj? Semmi nem marad sokáig változatlan. Azonnal takarodj innen a konyhámból! Azonnal! Az, hogy ezután mit teszünk, határozza meg, hogy a helyzet javulni vagy romlani fog-e. Tetteinknek pedig a saját etikánkhoz van köze. Az etika azokat a tevékenységeket jelenti, amelyeket az egyén saját magán hajt végre. Személyes ügy. Amikor etikáról beszélünk, akkor a helyes és helytelen viselkedésről beszélünk. Köszönöm. Az ember alapvetően jó, és mind tudjuk legbelül, hogy mi etikus, helyes és mi nem. Így, mikor valami nem etikusat teszünk, vagy azt látjuk, hogy életünk egy része romlik, természetes késztetésünk, hogy helyre tegyük önmagunkat, vagy a helyzetet. Úgy ássuk ki magunkat, hogy alkalmazzuk az etikát önmagunkra. De mik a helyes, megtendő lépések? Nos, mindez az állapoton múlik. A szientológiában felfedezték, hogy mi magunk, vagy az életünk egy része valójában 12 állapotban lehet. Ezek a stabil hatalom állapottól indulnak, amelyben az ember nagyon jól működik és termel. Bomba siker! Nagyszerű öregem, nagyszerű! Kész vagyunk, kész! Le egészen a teljes zűrzavar állapotáig. Uram, ez az üni? Az nem az enyém! Amelyben az ember semmit sem képes termelni. Mi ez? Uram, és ez az öné? Ez sem az enyém! Ennek nincs címkéje, nem tudom. Közöttük pedig azok az állapotok vannak, amelyeken át eljutunk a hatalomba. Azt is felfedezték, hogy mindegyik állapotnak saját formulája van. Ezek precíz lépések, amelyeket megtehetünk, hogy ne csak javítsunk az állapoton, hanem magasabb állapotokba is juthassunk. Például, ha elvállaltuk a cég pénzügyeinek az intézését, majd lopunk a csoporttól, mely megbízik bennünk, akkor az árulás állapotában vagyunk, mely nyilvánvalóan igen mélyen van. Egy személy, aki elfogad egy pozíciót, és aztán nem akként működik, elkerülhetetlenül felforgatja vagy tönkreteszi a szervezet valamely részét. Így, amikor a csoport pénzügyeiért felelős személy visszaél a bizalommal, árulást követel a csoport ellen. Jó reggelt, Beverly! Jó reggelt! Az árulás formulájával megtehetjük az első lépést a bizalom visszanyeréséhez. Akkor viszont, ha új állásunk vagy új cégünk van, a nem létezés állapotában vagyunk. Azért hívják nem létezésnek, mert e tevékenység szempontjából még nem létezünk. Jordan vagyok az Ékszer Designtól. Kicsoda? Ékszer Design. Ékszereket készítek. Sajnálom, nem hallottam a cégéről vagy a termékeiről. Gyakorlatilag senki nem ismer minket. Ám a pontos lépésekkel ismerté válhatunk. Elnézést. Igen. Hello. Hello. És elkezdhetjük azt nyújtani, amire igény van. Ezek a fülbevalóim. Már így is sokan szállítanak fülbevalókat. De a nyakláncaid különleges. Ha a nem létezés formula mindegyik lépését elvégezzük a megadott sorrendben, nem sokáig leszünk nem létezésben. Hello, minden itt van, amit rendeltél. Szuper. A nyakláncaid nagyon népszerűek. Le is adok még egy rendelést. Ezek a formulák azért működnek, mert az élet természeti törvényein alapulnak. Ezt megkóstolom. Például, mi az első ösztönös késztetés, amikor felfedezi, hogy valahol baj van? Ez rossz. Mit csináltál?
Nem csináltam semmit. Mellőzi a szemét, aki felelős a dologért, átveszi azt és személyesen kezeli a helyzetet és minden benne rejlő veszélyt. Nos, ezzel már meg is tette a veszélyállapot formulájának első két lépését. Akkor van probléma, ha nem teszi meg a formula többi lépését, mert valószínűleg úgy találja majd, hogy önre marad az a munka. Így válik egy vezető túlhajszoltá. Ha a formula minden lépését elvégzi, és az asszisztensével is elvégezteti a veszély formuláját, akkor mire kész van, szilárd irányelveik lesznek, hogy a jövőben megelőzzék a helyzetet. Mit gondolsz? Ezek jók. Jól van meg. Na most honnan tudjuk, hogy milyen a saját területünk vagy a cégünk állapota? Marci, jól megy az új reklám? Az új kampány, az egyet vesz kettőt kap, nagyon jól megy, sokan érdeklődnek. Johnson? Igen, uram? Az eladások alátámasztják, amit már Simon? Hát, nem igazán, uram. Az eladások nem mennek úgy, ahogy kéne. Statisztikák használatával biztos lehet. Csak az első hetek... Emberek, álljunk meg egy szóra. Figyeljetek. Nézzük meg, hogy a statisztikák szerint mi a pontos állapototok, rendben? Egy dolgot biztosan tudok, hogy a statok nem hazudnak. Megtanulja majd, mik a statisztikák, és hogyan vezesse őket a cége vagy élete területeire. Nézzük csak. Ha megnézzük a grafikon irányát, pontosan tudni fogjuk, mi a terület állapota, mert minden állapot másként néz ki. Na, ezt nézzétek. Így néz ki például a bőség állapota. Cseng, úgy tűnik, hogy a fánkjaitok nagyon sikeresek. És ebből tudni fogja, hogy a veszély állapot áll fenn. Johnson. Igen, uram. Alkalmazd erre a veszélyformulát, fiam. Igen, uram. Ha pedig a statisztika épp hogy csak esik, vagy szinten marad, a válság formuláját kell alkalmazni, hisz semmi nem változatlan örökké. Igencsak zuhanni fog, ha nem tesz vele valamit. Merci. A válság formulájának első lépése egy cégnél a promóció. Azt akarom, hogy elindítsd a súlycsirkés tévéreklámokat most azonnal. Igen, uram. Jól van, ennyi, essünk neki. Az állapotok formulái könnyen használhatók bármely személyes vagy szakmai helyzet jobbítására. Elvettem némi pénzt, bocsánat. Szándékomban áll bármit megtenni, hogy feljöjjek az árulásból és visszanyerjem a bizalmát. Törekvéseinek sikerét nem kell a sorsra vagy a szerencsére bíznia. Az állapotok formulái azok az eszközök, amelyekkel bármely helyzetet irányítani tud és jobbá tehet. Szeretném elismerni Johnsont! Felvitte a statjait és azt akarom, hogy mindenki kövesse a példáját! Ezek jelentik a boldogság és sikertitkát egy állásban vagy az életben. Elismerés a cukrászra! Helyesen használva úgy működnek, mint a varázslat.